hogy nem az egyszerűen kivelünk, mert hát tetszik a maga az visszamegyünk az időbe, 1992-ben és 97-ben is egyszerre. A Bambi című előadásunk következő, mert ez egyébként egy 1992-es és egy 1997-es előadás is. A szereplők közösen fogják előadni. Az 1992-es ott volt az országos Vörösságot színjátszó fesztiválon egyébként. Talán ezt nem kell mondanom, de hát Félix Szálter regénye is küldünk. Aki pedig játszott, Ibolya, Kovács Dóra és Kovács Zoltán, aki rendezte mind a kettő. Kovács Dóra, akkor már ilyen, hogy nem tudom, hogy jól szól ezt. Tudja, hogy akik most a Babit játszani fogják, tulajdonképpen a Mindenki Szigetes Anyánán játszott el az első Babit, és annyira kettősek voltak, hogy az állandában azt, hogy megjelenik ma este egy nagyon nagy részletét, hogy a Babit volt csak a nap, mert hogy ez volt és hát ennek aki most nem máshol, mint Angliából érkezett mi hozzám, tervezett el Kizilasztországban repülőt, akkorták és kötélyt próbálni, ahol valamilyen egyipari bírnőként, vagy nem tudom pontosan, tehát mutatok egy az kutatólegész, bocsánat, hát nagyon kezdett várni, szóval amikor kutatólegész, Angliában és doktorszakban volt, hogy a csöldes mellett. Gulov Ferenc játszik Angliát, a második Bambiba volt a Bambi, mert az első Bambi már nem lehetett vállalkozni kiállni, de közönség elé is ismételten, és felét pedig tűntünk vele, hogy mit is mondjuk, hogy neki tulajdonképpen nincs a foglalkozás, és akkor abban maradtunk, hogy hogyha én kártanében a sok közben ezt elejtettem. Ami élet szabad, az életművész szabad. Ő Marina hercegnő kisasszony, szeretnét fogja játszani, és ő is az első látogató volt benne. Ő egy udvari általános iskolában tanult egy anyja, és egy gyermek édesanyja, és még el kell róla mondanom. Utána, akik már közeledünk ugye a NAM-hoz erősen, mert a kártyákat mutatott, hogy Kovács Zoltán, hogy most nem látom. És jelenlegi gyermekszíjátszónk, úgy meg végében álló előadókat felnyújt, Bíros Dani. És még azt jelentem rájuk, azt mondjam, hogy ebben a mi iskolának van egy díj, az úgynevezett fekjes, a 8. évi szintetát, hogy a legjobbaknak, és ők itt a színpadon nem tudom, mint fekjes. Hát én nagyon-nagyon szurkolok most előadni.
csak én maradtam ezen az állam. Nem lehetünk megyünk a másról. Amikor még meleg volt. És olykor egy zivatal vagy felhő szabadást történt. És sokan közülünk már akkor elsodottak, holott még fiatal volt. Mi lesz velünk megyünk? Kívánok nem. Én nagyon megváltoztam. Itt ott egy kicsit halvány sárga csíz. Mi lesz velünk? Azt mondják, hogy nem Már nem sokkal.
én is. Egyedül szeretem. Igen, ő van az ember. Oda kell menni. Hová? Oda, ahol most ő van. Ne félj. Gyere, boldog vagyok, hogy megmutatom neked, mielőtt elvállás. Itt. Állj! Gyere csak közel. Itt állunk egészen közel hozzá, és hol van itt a veszély? Látod, fiam? Úgy fekszik itt, akár egy közönök van. Ő nem minden. Őt is le lehet győzni. Ő is ismeri a fájdalmat, ő is ismeri a félelmet és a szükséget. És akkor ott fekszik tehetetlenül nézni. Értesz, hogy? Azt hiszem. Akkor beszél. Van valaki mindjárt felett. Mi felettünk, és ő felett is. Akkor menj. Ne kövessed. Helyettel kerestem magamnak, ahol bírják. De én... Állj! Abban az órában, ami most rám vár, mindenki egyedül van. Én boldogok tudjam. Nagyon szeretem. Anya! Anya! Miért kiabálsz? Nem tudsz egyedül lenni? Szégyen magad.